alkotmányjogi szakértők álláspontja szerint a gyülekezési törvény versenyjogés az egyetlen, mint a Magyar Köztársaság nemzeti jogi kötelezettsége összhangja irányában megállapítva esetlegesen az alkotmányba ütköző jog szabály megállapítható lenne, ha ezt valaki kérni az alkotmánybíróságtól. És 53-as sorszám alatt pedig a fellevezési ellenkérelme található a alapvetési képviselőnek. Egyéb irat a bírósághoz nem érkezett, hanem az iratismertetésre kapcsolatban kérdéseket. Iratismertetés. Mind van, amikor ti visszakérdésebb állások, és szerintem a per által felvetett jogállami kérdése jelenleg jutottak el odalba a fázisba, amikor már végén elérett arra a helyzet, hogy szerintem ez jogállami alapon is tisztázható legyen. Én már a per indításakor számítottam arra, hogy a jogállami alapokra vissza majd itt a hivatkozások. A legnagyobb fejlemény a bíróság által ismert alkotmánybírósági határozat, aminek a dátuma 2008. május 27-e. Ez ex nunc, tehát jövőre vonatkoztatva módosította a gyülekezési törvénynek a szövegét, tehát nem visszamenőleg is hatályú. Viszont hívott a tisztelt bíróság figyelmét, hogy ennek a visszaható hatálynak a jogelméleti alapja mindenféleképpen 1993. évi 31-es törvény. 93. évi 31-es törvény hirdette ugyanis ki Magyarországon a római egyezményét. A jogszabály lemezről lesz lehívva, azt közli a jogszabálynak a lábjegyzete, hogy a 93. évi 31-es törvény, ami kihirdette a római egyezményt, a kihirdetési napja 1993. 4. hó 7-e. Egészen magyarul fogalmazott, 1993. április 7-től az ország uniós csatlakozását jóval megelőző hatályba lépett Magyarországon a római egyezmény. Pont. Tehát nem is kell tovább magyaráznom, ugyanis az ezen volt a Franciaország döntése, a Bogdán pont a Magyarország döntés, az olyan Altamán pont a Törökország döntés. Mind ezt a római egyezményt értsd magyar jogász számára a 93. évi 31-es törvény tartalmát magyaráz. Na most, hogyha a 93. évi 31-es törvénnyel már hatályban lépett Magyarországon a római egyezmény 11-es cikke, ami a gyülekezésről szól, akkor most a 93. április 7-i határban lépéstől számítva, hogy ki mikor hogyan értelmezi, az egy dolog. De nem ezt teremtő vissza a tűnhatályt, hogy ki mikor értelmezi, melyik bíróság, melyik bíróság, melyik értelmezi, hanem a kihirdetés. Ugyanis a bírósági döntések ezt a róla egyezményt nem módosítják, nem bármilyen módon hozna bele, ha nem újat, hanem a meglévő magyarázat. Ergo, amit a bíróságok kifejtenek, az Ezelén, a Bogdáné és az olyan általán, az a Magyarországban határban lévő 93-as évi törvénynek a magyarázása. Na most a magyarázás ilyen értelemben viszont extrémátlás. Tehát ezek a magyarázatok ezért nyúlnak vissza 1993. április 7-éig, tehát az ennek alapjához szolgál a törvény rendelkezés, akkor tudom a határon Magyarországon. Tehát teljesen mindegy, hogy ezt a törvény rendelkezés ki mikor magyarázza, 93. április 7-től ez van. Pont. És ezt igenis, hogy megsértett az alperes. És itt van benne a békés gyülekezésnek a joga. Hát ugye a tisztelt bíróságban felhívta azt arra a figyelmét, hogy talán nem hallottam én rajta kívül más arra hivatkozni, hogy a római egyezmény úgy fogalmazott, hogy békés célú tüntetése, az alkotmány és a gyülekezési törvény, tehát békés tüntetés. Tehát a célú szóval több az a római egyezmény. Ebből azt a következtetés vonom le, hogy a
a nemzetközi egyezmény a békés célt preferálja, a magyar törvény pedig a békés módot. Én ezt gyűjtőfoglalomként békés jelennek foglalom össze, de szerintem annyira nem is nem lehet össze különbséget tenni. Szóval elérkeztünk az a másik fő hivatkozáshoz, hogy egy felfedezett az jelentés. Erre már hivatkoztunk korábban. Itt a bíróság a rendelkezési törvénynek a 15. paragrafus B bekezdése az úgy szól. Az úgy szól, hogy a 15-ös B, hogy azt mondja, hogy a törvény alkalmazásában definiálja, azt mondja, hogy felfegyverkezve az jelenik meg a rendezvényen, aki erőszak vagy fenyegetés alkalmazása érdekében az élet kiontására, vagy fenyegetés okozására alkalmas eszközt tart magánál. Tehát nem azt mondja a törvény definíciónál, a felfegyverkezési definíciónál, mint a büntető törvénykönyvnél, hogy pusztán csak magánáltartás. Nem, itt sokkal több van benne. Azt mondja, hogy minek az érdekében, minek a céljából. Felmutatom azt a játék bolyódoboz, amit hát meg lehet üzletben, ez a úgynevezett beton bolyó, amit fegyverként apostrofál és fényképként közben előfelelődik az alperes. Tehát egyrészt ez egy játék eszköz. Másodszor pedig ez egy ismert... Katoljuk, hogy meglegyen. Másodszor pedig ugye hát érte a bíróság nyilatkozatot kell rámutatni, hogy a 15. paragrafus bekezdése kőkeményen megköveteli a életkiontására alkalmas eszköz jellegének megléte mellett, definíciót, az életkiontására, a kettésére mokozására való cél. Egy érdekében... Beavatkozóként szeretnék most bejelentkezni. Tehát ezeket a jogelmi talpokat szeretném én nagyon keményen letűzni. Tehát egyrészt a visszaható határ ilyen értelemben van, mert másodszor felfegyverkezés. Tagadjuk, hogy a erőszak fenyegetés alkalmazása érdekében céljából lett volna a téren bármilyen eszköz. A bíróság által tényállásban hivatkoztunk rá, de most megint megerősítem, hogy azok az eszközök, amiket lefényképezgettek, azok a ott lévő büntetők távozási céljához kellett. Tehát látja a bíróság sátrakolva, látja a bíróság, hogy a tényként elfogadható, hogy szabadfűzön sütöttek ételeket, stb. Tehát ilyen távozási körülmények között természetes kalapács legyen, hogy szekesz barka legyen, szerszámok legyenek, agregátor legyen, mit tudom én akkor. Tehát minden, ami a távozáshoz kell, erre már hivatkoztunk. Tehát a felfegyverkezési érv többszörösen megoldált. Én értem az alperesi igyekezetet, hogy nem tudnak másra hivatkozni, de attól, hogy a kések voltak, azok zsíros kenyér és hagyma kenésére, szeletelésére voltak. Tehát a cél az a hiányzni. Tehát nem az alperesi részre el tudnak hivatkozni, de hát akkor is. És láttam, hogy az alperesi oldal nagyon rájött arra, hogy ez a kezelén volt a Franciaország ítélet, amelyet egyébként felhoz az új alkotmánybírósági határozat is. Ez az ítélet igen fontos a magyar jogalkalmazás joggyakorlat szempontjából, ugyanis ennek az ítéletnek a legfontosabb mondata a következő, tartalmazza mint a tárgyat, idézem, ez 1989-es értelmezése a 93. évi törvénynek. Azt mondja, a magánszemély az elszóltan előforduló, a tüntetésben résztvevő más személyek által elkövetett erőszak, vagy más büntetendő cselekmények eredményeképpen sem szűnik meg élvezni a békés célú gyülekezéshez való jogot, amennyiben szándékai vagy magatartása békés marad. Már így találtam, amikor a spanyol viaszkot, amit azt mondtam 2002-ben, nem tudván ebben a francia döntésről, hogy akkor ugyanezt mondtam, csak én Dolce Gabbana-nak neveztem el.